Sziasztok, kedves rázókő rajongók! Ismételten itt vagyunk egy adással, méghozzá Bereznek Danival. És mellettem Újvári Mátéval. Ebben az epizódban pedig visszatérnénk ahhoz a korábban általunk már mondjuk úgy, hogy bevett formulához, amikor egy-egy versenyző életútját vesszük végig az általunk fontosnak vélt dátumokkal, történésekkel és szereplésekkel, és ebben a mostani részben pedig Charles Leclercről beszélnénk, hiszen a Ferrari brutálisan bekezdett idén, Leclerc pedig vezeti a bajnokságot, és ha már Charles Leclerc, akkor Dani, mi az első, ami eszedbe jut? Az első, ami eszembe jut, az, hogy megalázta a kedvencemet, ugyanis én nagyon sokáig vérbéli Sebastian Vettel szurkoló voltam, és védtem Vettelt, küzdöttem érte, hogy ő tehetségesebb annál, mint sokan gondolják, és Ricardo ellen még volt esélye, mert az csak egyszerű alkalom volt, egy új érában, rossz autóval, de Leclerc, ami után a Ferrarival is elkente a gatyáját, időmérőkön mindenképpen, versenytempóban, meg még az első éveiben is, utána már nem volt nagyon tárgyalási pozícióm. Nagyon szimpatikus Leclerc, de csalódott vagyok, hogy pont az egyik kedvenc pilótám mellé került a karrierje teljesítmény csúcsához ilyen közel már is csapattársként, és még ami eszembe jut róla, férfiasan bevallom, az, hogy irigylem, nagyon jó női vannak, és azért valószínű, mert Forma 1-es pilóta, de mert jó képű valljuk be, főleg a kis Ferrari-s öltönyökbe, igazi, aranyos cuki fiú. Úriember, úriember ez a sár, egyébként tényleg abszolút a jobb képű versenyzők közé tartozik, nem tudom, lehet-e így súlyozni. A női nézőket megkérnénk esetleg, hogy ilyesmilyen rangsort is lehet tenni az ügyben, de tényleg azt tuti, hogy nem véletlenül kötnek vele folyamatosan, adott esetben a modell ügynökségek is ugye különböző reklámszerződéseket. Na de, nézzük is meg akkor, hogy ez a kis Charles mikor született, hát 1997. októberében. Pofátlanul fiatal amúgy, nagyon durva, hogy évfolyamtársam lehetne. De konkrétan veled egy idős szinte, nem? Igen, és már milliói vannak, Ferrarit vezet, céges autóként, F1-be, versenyezget, futamot nyer, vezeti a világbajnokságot, úgy, mintha a világ legtermészetesebb módja lenne. Köszönöm, hogy ezt szóba hoztad, ezt a világ legtermészetesebb módját, ugyanis pont erre akartam kiukadni, hogy köztudomású, hogy Monakóban született Charles, és számtalanszor elmondta az interjú során, hogy neki az volt a világ legtermészetesebb dolga, hogy amikor vasárnapi ebéd volt, akkor szépen kimentek az erkélyre, lenézett, és hallott ilyen kis vrümmögéseket, zümmögéseket, és kiszúrta, hogy van ez a piros autó, hogy ez neki nagyon tetszik, hogyha ő kicsit idősebb lesz, akkor szívesen vezetne egy olyat. Szóval, hogy nehéz gyerekkora volt Charles Leclercnek, mondom ezt annak ellenére, egy nagyon jó fej és kifejezetten intelligens pilotának tartom, aki szerintem nem is szállt el attól, aki, meg amilyen gyerekkora volt, de azért belegondolunk abba, hogy basszus, vasárnap tényleg kint ebédelsz, és lenézel, és akkor ilyen Schumacherek, meg hasonló emberkék ott köröznek, és neked ez olyan természetes, mint nekünk, hogy nem tudom, van nyalóka a boltban. Tehát így ez egy kicsit más lehetett fölnőni. Na mindegy. Igen. De jól nevelték, mert tényleg földön maradott, és talán mindenkinek az élmezőnyben a legszimpatikusabb volt egyelőre, hogy most ha Hamiltonhoz, Verstappenhez hasonlítjuk őket, most én nem vagyok egy nagy Leclerc rajongó, de minden egyes nyilatkozata, megmozdulása szimpatikusabb, mint az elmúlt 7-8 évben, amit láttam bármelyik féltől, akár Red Bull, akár Mercedes. Figyelj, lehet, az adás végére mindkettő Leclerc rajongók lesz, igen, akit végigveszünk mint az életükkel. Mint Mark Gallagher a WTF-ektől, hogy igazi igen. Passionate. Igen. Not a fanboy, just a passionate. Igen. 2005-től kezdett bele egyébként a különböző versenyekbe. Charles Leclerc nyert francia gokart bajnokságot, és 2011-ben már nemzetközi gokart világkupa sikert is aratott és elért, és ez az az év, 2011, amikor Nicolas Tott, Jean Tott fia, aki menedzserként dolgozik, lecsapott Charles Leclercre, és azóta hozzátartozik, és ő volt az, aki korábban is, meg a mai napig is egyengette, és egyengeti is az útját Nicolas Tott. Tehát egy nagyon fontos személy, egyébként lehet, hogy egy külön adást megérne az ő személye is, vagy ezek a háttéremberek. Mi volt aztán tovább? Volt valamikor Verstappennel is, ugye? Csatában? Igen, megbeszéltük, hogy azt én mondtam, de olyan jól elhallgatom Mátét, mintha iskolába csöppentem volna vissza. Verstappen mögött második lett a gokart Európa bajnokságon, de amúgy nagyon vicces az, sokszor látok kommenteket, hogy mondjuk egy bajnoki csatában harcol két ember egymással, és ha 20 éve, 15 évesen gokartban az egyik győzött, akkor ő már
tud jobb, pedig azért Persze. a Forma 1 látszik, hogy akár csak Forma 1-en belül az éraváltozások egyik másik pilótának jobban tudnak feküdni, ugye a gokárt azért köze nincsen mondjuk a Forma 1-hez, hát nyilvánvalóan a motorsportnak egy jó kis bemelegítő ágya, de semmi több annál, fel lehet fogni a versenyző intelligenciát, az ideális hívek megértését, kell azért hozzá erőllét, ugye nincsen szervó, hatnak G-erők a versenyzőkre, nap mint nap tesztelnek, szorgalom is fontos, de összességében ennyi. Én még azon nevetek, kiegészítve ezt, hogy akik valaha találkoztak egymással a gokártpályán, mert pedig nyilván nagyon sokan ezt tették, ugye Verstappen és Leclerc egy korosztály, és most, amikor ebben az évben ők csatáznak majd talán a VB címen, akkor már ezek a hangzatos címek, hogy már kiskoruk óta ősi riválisok, már a gokárt EB-n is kiszorították, meg leszorították egymást, meg kiütötték egymást. Ez nem igaz, ez butaság, ők egyébként speciál jóban is vannak egymással, tehát ez hülyeség. Na mindegy. Szóval, igen, Gokárt EB második, aztán 2015, akkor meg GP3-ban vitézkedett Leclerc, újoncként indult abban a szezonban, ugye az még nem F3 volt, hanem még GP3. A francia ART színeiben 3 futam győzelemmel megszerezte a bajnoki címet, úgy, hogy a csapattársa az a Nyck de Vries volt, aki később F2-ben bajnoki címet szerzett, és aki most a Mercedes gyári Formula csapatának tagja, és egyébként tartalék pilótája is a csapatnak. 2016 első GP2-es szezonja, Forma 2-es szezonja, ugye? Akkor már F2, igen, tehát addig GP2 volt, és abban az évben, pont abban? Pont abban az évben változtatták meg a nevet. Lehet miatta. Lehet, lehet. És hát brutális szezont futott, élete első Forma 2-es szezonját megnyerte. Ugye a Prema csapat tagja volt, ami a legerősebb csapat a Forma 2-ben, de ez nem vesz el például abból az azóta is rekordot állító sorozatából, hogy 7-es pole pozíciót szerzett meg sorozatban, megszakítás nélkül a Forma 2-ben, ahol hiába Prema, azért sokkal gyakrabban becsúsznak a mérnöki hibák, hogy egy kicsit félreállítják az autót, azért sokkal közelebb van a mezőny egymáshoz, mint mondjuk a Forma 1-ben, ugye sokkal nagyobb is a mezőny, változó körülmények között, amúgy pont a Hungaroringen állította be a 7. pole pozíciót, ott már láttam, hogy ez a srác egy időmérős menő lesz, és ez az időmérő menőség szerintem azóta végigkíséri a pályafutását, gondoljunk csak bele, akár Ausztráliára, Q1, Q2, végig Verstappen mögött, vagy csak Verstappenhez éppen közel volt, és amikor igazán számított, akkor olyan tized másodperceket húz elő a legnagyobb nyugalommal, hiba nélkül, mint egy gép lenne, amik addig nem is voltak még a valószínűség számítás része sem. És Leclerc az egyik kedvenc emberem, akitől onboardokat nézek, mert nem nagyon látom hibázni. Bottastól is amúgy nagyon szerettem onboardokat nézni, mert Bottas is nagyon precíz, de ő viszont határ alatt megy, lassú. Sokszor pontosabb, mint Hamilton, de határ alatt megy Leclerc, meg az, aki Hamilton-szerűen a határon megy, és precíz, és ettől annyira zseniális időmérőkön. És azért a Forma 1-es pályafutás elén a versenytempó még pont emiatt az agresszivitás miatt talán nem volt annyira meg, de idén most már ennek is a szöges ellentétét mutatja, bár nyilvánvalóan a Forma 1-ben az sosem derül ki, hogy mennyire az autó számít versenyen, mennyire a versenyző, de azért a csapattársak, akik szintén nem voltak tehetségtelenek, ha őt nézzük, mondjuk Ericssonon kívül, azért Sebastian Vettel, Carlos Sainz, erős emberekkel kell egyelőre megbirkózni, és abszolút soha senki nem győzte le, és lehet nem is fogja. Csak annyit akartam hozzátenni, hogy ugye újoncként nyerte meg a GP3-at, újoncként nyerte meg az F2-t, ráadásul az, hogy neki újoncként sikerült megnyerni ezt a F2-t, korábban a GP2-t, mindössze ő lett a negyedik ilyen ember, Nico Hülkenberg, Nico Rosberg és Lewis Hamilton után, ami szintén azért szerintem már sokat sejtető. Ráadásul a legfiatalabb volt 19 évesen és 356 naposan, akinek összejött ez a siker. Ugye ezt követően az Alfa Romeo be is jelentette decemberben, hogy leszerződtetik őt és Marcus Ericsson csapattársaként bemutatkozott a Forma 1-ben, és nekem van egy olyan emlékképem az első versenyekkel kapcsolatban, hogy Ericsson sokszor lesajnáltuk a korábbi években is, és Leclerc csapattársaként főleg, mert Leclerc az Alfa Romeo tagjaként szállította időnként a Q3-akat az időmérőn, pontokat hozott, és Ericsson azt mondta róla, hogy ő egy future world champion lesz majd. És lehet, hogy igaza lesz Marcus Ericssonnak, és akkor sokan megmosolyogták egyébként a svédet,
De reméljük megfogadta. hát akkor kasszabubu lesz Akkor most nagyon. lehet, hogy idén jól jár. Igen. De szóval nekem az jut eszembe, hogy az Alfa Romeo az nem volt jó. Tehát az finoman szóval nem volt jó autó. És mégis Charles hozta tényleg időnként a Q3-akat, de az, hogy a Q2-be bejutott, miközben Ericsson a Q1-be kiesett, az már nem volt meglepetés. És a bemutatkozó idénye olyan lendülettel történt meg, hogy már akkor elkezdték pedzegetni, hogy ebből nagyon hamar és nagyon korán Ferrari lesz. És ez nagyon durva, mert... És ugye az, hogy Ferrari szerződést kapott, ráadásul egy ilyen hosszú 5 évre szóló Ferrari-s milyen kontraktus, fiatalon. Iszonyatosan fiatalon, Sebastian Vettel csapattársaként az utolsó Ferrari-s világbajnok Kimi Räikkönen helyére igazolták le. Ugye ott volt egy nagyhatalmi csaták is, hogy most jöjjön Charles Leclerc, maradjon Kimi, igazoljanak mást. Nagyon pedzegették akkoriban például, hogy Daniel Ricciardo állítólag nagyon közel állt a Ferrari-s szerződéshez, és összeálltott volna a Ricciardo Vettel duó megint csak visszavágó. Igen, a Ferrari-nál, mint korábban a Red Bull-nál, szóval érdekes volt, hogy bemutatkozott, viszont onnantól kezdve szerintem nem volt megállás és kérdés, hogy ő a Ferrari De versenyző a Ferrari lesz. Igazolás, emlékszem, amikor bejelentették, számítani lehetett rá, de ilyen mindblowing volt, minden idők Igen. legfiatalabb Ferrari versenyzője, és különösen, ha az elmúlt 2 évtizedet nézzük, a Ferrari soha nem hajlott a fiatal, a junior, a tapasztalatlan pilóták felé. A Ferrari olyan, mint amilyen autókat is eladnak, hogy vannak olyan Ferrari-k, amiket nem vehetsz meg, hogyha nem birtokoltál már előző Ferrari-kat előtte, hogy még ha van pénzed is, akkor olyan, sem. Mintha Form 1-be, ha tehetséges vagy, még akkor sem, ha nem vagy elég tapasztalt, hogy a Ferrari nevét képviselsz, nem. És Leclerc nem csak leigazolták, hanem milyen hosszú időre igazolták le. És bebizonyosodott, hogy ez talán a csapatnak az egyik legjobb döntése lehetett, de ez tényleg ez annyira meggyőző teljesítmény kell, hogy ez megvalósuljon, hogy hihetetlen számomra, hogy ember hogy lehet ennyire képes. És mindez ráadásul csak 2 Forma 1-ben eltöltött szezon kellett. Ugye az első éve az Sauber Alfa Romeo-val nem sikerült annyira jól, de már akkor is időmérőn mutogatta a tehetségét, de a második szezon volt az, amiről korábban beszéltünk, amikor jöttek sorozatban a pontszerzések, és aztán ugye jött is a bejelentés. Rátérve egy kicsit egyébként a Ferrari-s szezonjára, emlékszem, hogy ugye azt mondták, hogy nincsen csapatutasítás a Ferrari-nál, mégis az első Fettele való közös évben nagyon megszenvedett Sebastiannal, és Fettel is vele, nem találta az összhangot, érződött, hogy itt jön a fiatal titán, aki majd őt ki fogja túrni, miközben ugye Fettelnek Räikkönen kimondatlan egy ilyen wingman nem volt, mint ahogy Hamiltonnak volt Bottas, és ugye volt is már csapatutasítás talán Bahreinben, vagy egy későbbi futam, most pontosan emlékszem már, ahol rászóltak Leclercre, hogy vagy nem szabad előznöd Vettelt, vagy meg kell magad előztetned tulajdonképpen. Úgyhogy nem volt könnyű elfogadtatni a magát, de aztán idővel ez sikerült, főleg úgy, hogy ugye jöttek a futamgyőzelmek is rögtön az első szezonjában, és ami durva, és én ezt akartam kiemelni vele kapcsolatban, hogy szegény Vettel, amikor a Ferrari leigazolta, azt gondoltam, hogy ő világbajnok lesz a Ferrari-nál is, ez nem jött össze neki. Leclercnek viszont összejött már az első szezonjában az, hogy Monzában a Ferrari-val futamot tudott nyerni, és aki emlékszik arra a versenyre, aki emlékszik arra az utána lévő dobogóra, a pódiumra, az ünneplésre, hát az valami egészen libabőrös és káprázatos volt. Hát azt mondom, hogy nagyon durva lehet megélni versenyzőként. Különösen így a modern korban, az összes kamerával, villagással, tényleg, az amúgy, az nagyon nagy örömmel néztem végig, és Leclerc életében egy dolgot sajnáltam mindig, hogy nagyon jó embernek találom kívülről, ahogy így megismerteti magát, és mégis én úgy érzem, hogy az eredményein kívül a családi sorsa, baráti sorsa nem feltétlenül volt mindig az, amilyet megérdemel, és egy kicsit ilyen balszerencse sújtotta embernek is tartottam, néha már meg is sajnáltam az életben, és itt, hogy most mire gondolok, édesapja például a Forma 2 alatt elhunyt, következő futamot meg is nyerte, igen, ami igen. Elképesztő, ilyen, de például sosem látta a fiát a Forma 1-be versenyezni, pedig biztos, hogy családként nagyon nagy áldozatokat hoztak
azért, hogy ő a Forma 1-be versenyezzen, és ilyenkor azért annyira szép, amikor egy apa látja, hogy a történet kifizetődött végül. Kicsit úgy érzem, ő, mint... Bocsánat, ő is autóversenyző volt az apukája, bár Forma 1-ig nem jutott, Forma 3-ig azt hiszem. Igen, így kicsit a saját álmát is megvalósítja Leclerc-en keresztül. Kicsit úgy érzem, mint hogy, ha jól tudom, Ronaldónak az apja sincsen köztünk, már gyakorlatilag a profi focis pályafutása legeleje óta. Úgy nincsen, igen. Igen. Szóval például egyből így ilyen hasonlóságot láttam, hogy mindketten egyből klasszis szintet mutatnak, de pont az apa, aki végigvitte őket ezen az úton, már úgymond nem tud közösen ünnepelni. És ugye a legnagyobb barátai, Über és ugye Jules Bianchival is nagyon jó kapcsolatban hát, volt. Hát konkrétan a Jules Bianchi keresztfia. Ja, ráadásul, hát jó, akkor... Ilyen szintű a rokoni szám. Ferrari Akadémia, ugyanúgy, mindketten együtt versenyeztek, rengeteg közös kép emlék, és ugye mindkettő legközelebbi versenyzőtársát elvesztette, és ez azért nem egyszerű, hogy hiába vagy te a világ tetén, ha nincs kivel, akivel ezt megoszd, akkor az nem jó érzés, és nekem mindig is kicsit így elveszettnek tűnt ilyen téren. És ehhez kapcsolatban még csak annyi, hogy első Forma 1-es győzelmét, a belga nagy díjon aratott sikerét Antoine Hubernek ajánlotta, úgyhogy az, hogy családi tragédiáktól is sújtott az élete, ez teljesen így van, és az, hogy nem felejti el őket, az meg szerintem megint csak még inkább szimpatikussá teszi őt az emberek szemében, és hát az akaraterőt is látjuk benne folyamatosan. Na, hát arra leszek kíváncsi, hogy a videó végén, hogyha mondjuk egy év múlva visszanézzük ezt a videót, akkor vajon ki kell egészítsük azzal, hogy innentől már nem csak pontosabban GP3-as, F2-es bajnok, hanem Forma 1-es világbajnok is. Ezt most nyilván így április közepén nem lehet úgyisten igazából én látni, de... Én megkockáztatom, hogy igen. Ezt akartam. Tudtam, hogy rád számítatok ebből a szempontból, hogy te ki fogod jelenteni. Most igen? Úgy nem, érzel? Amúgy nem. Most na. Én eldöntöttem, hogy Imolában eldöntöm, hogy kiállok-e az évelei tipjeim mellett, vagy azt mondom, hogy I'm a Ferrari fan. Hát most ezzel azt mondod, hogy szerinted idén nem fogják őt megfogni? Nagy valószínűséggel, de ha Imolában a Red Bull csodát művel, akkor nem fogják megfogni, a Mercedes nem fogja már megfogni. Csak Verstappennek van esélye. Annyit akkor így a videó végére, én nem mernék erre tippelni, de az, hogy harcba lesz a WV címért idén, az egészen borítékolható, nyilván ez nem is kell nagyon okosnak lenni. De hogy egy sztorit hadd meséljek el Sárlal kapcsolatban, amikor megnyerte a GP3-at, abban az évben, akkor az Abu Dhabi zárófutamon volt lehetőségem vele interjút készíteni. És emlékszem, hogy mondtam Szabó Bicok Szilárd operatőr kollégámnak, aki ott volt ellen, megcsináltuk az interjút, és mondtam, odafordultam, azt mondom, Szilárd, ritkán szoktam ilyet érezni, de hogy ebben a gyerekben iszonyatosan van valami. Tehát annyira karizmatikus volt a személyisége, akkora, nem tudom, ilyen pozitív flow vette őt körül, és ezzel nem arra gondolok, hogy nagy képű lett volna, vagy erőszakos lett volna, vagy nagyot mondott volna, hanem amikor érzed azt, hogy valaki brutális tehetséges emberrel áll szemben, és akkor mondtam a Szilárdnak, mondom, ez a gyerek, ez bajnok lesz. És nem akarom úgymond elkiabálni, meg nem volt ilyen minden nehogy emberrel kapcsolatosan. Nehogy megint, mint életünket egy szezonja, aztán lehet, hogy innentől kezdve már csak vonatozás. Igen, igen, de hogy nem csak én mondtam ezt, hanem a pedokban is a fiatal generáció tagjai közül Verstappen, Leclerc, Russell erre a három versenyzőre, erre a három gyerekre az újságírók döntő többsége azt mondta, hogy bajnoknak kell lenniük. Tehát, hogyha egy közepesnél erősebb autót kapnak, akkor Forma 1-es világbajnokok lesznek, mert akkora tehetségek. És ha valaki megérdemelné most a fiatalabb generáció közül, akkor az szerintem Charles Leclerc. Ráadásul mennyire ilyen keretes szerkezet lenne, hogy a Ferrari utolsó világbajnokának helyére lépő Charles Leclerc legfiatalabb, akivel brutális hosszúságú kontraktus kötöttek, és ő az, aki visszahozza, visszalövi a Ferrari-t a térképre. Szerintem ez egy elég jó kis tündérmese lenne ilyen szempontból. Tündéri módon zárta le Máté ezt az adást. Ti tündéri módon csapjatok rá a like-ra, iratkozzatok fel az Unibet Magyarország YouTube csatornájára, ugyanis brutálisan közeledünk a 20 000 felé, és akkor pezsgőt bontunk, gíroszt teszünk, és... Lesz, mert meglepi. Egyébként tényleg lesz meglepi. Igen. Csak a Dani még nem tudja. Ha! De most adáson kívül elmondom neki. Vigyázzatok magatokra, sziasztok, és a komment szekcióban írjátok meg, hogy hogy tetszett az adás, mit láttok Leclerc-ben, van esetleg valami olyan sztori, amit jónak ítéltetek meg vele kapcsolatban, hogy nem mondtunk idő hiányában, Dani már el is ment, úgyhogy én negyedül elbeszélgetek még. Szóval egyébként jól vagytok? Minden oké? Na, viccet félretéve, sziasztok! Sokkal jobb lenne így az adás, amúgy csak veled szerintem, senkinek nem kell az a magas maflap.
Magas mafla.